Letették a Baptista Szeretetszolgálat Pákozdi Logisztikai Központjának alapkövét. A szervezet uniós pályázaton nyert közel 640 millió forintot, több más fejlesztés mellett az épület létrehozására. A felújítás, összefogás viszont mutatta a társadalomnak az erejét. Az ünnepségen Soltész Miklós államtitkár emlékeztetett, a kormány a karitatív tanácsa közösen elhatározta, az egész országot lefedő hálózatot építenek ki, hogy akár bel, akár külföldön katasztrófa helyzet alakul ki, hatékonyan tudjanak segíteni. Erre a célra 4,5 milliárd forintot fordítanak, és ennek részeként jön létre a logisztikai bázis is. Emberekben a jó szándék mindig ott van, a segítőkészség ott van. Fiatalok, hogyha valami baj van és hirtelen segíteni kell, akkor jönnek. Az a kérdés, hogy be tudjuk ezt valahova csatornázni. És az elmúlt évek során azon dolgoztunk, hogy a karitatív tanácson keresztül, a karitatív szervezeteken keresztül megpróbáljuk összefogni egyrészt az adománygyűjtést, másrészt pedig szervezetten továbbítsuk, akár Kishazánkba, akár Kárpát-medencén belül, magyar lakta és nem csak magyar lakta bajba jutott embereknek, és adott esetben pedig, hogyha távolabb is kell segíteni, akkor ott is segítsünk. És ez a beruházás egyébként sok tucat más beruházással együtt, amelyik összességében 4,5 milliárd forintból valósulnak meg. Szerte az országban olyan helyszíneket alakítanak ki, vagyis valósítanak meg, ahol egyrészt raktárbázis, logisztikai bázis is lesz, képzési központok is adott esetben egy-egy karitatív szervezetnek, adott esetben pedig a nagyon rászorult és nagy bajban lévő embereknek azonnal tudnak segíteni rögtön ott helyszínen, amelyek így megújulnak. Én azt gondolom, hogy ilyen léptékű változás az elmúlt években nem csak Magyarországon, hogy nem volt, hanem ismereteim szerint az Európai Unióban sem írtak ki ilyen pályázatot, és amikor minket sokszor a szolidaritás hiányával, a segítségnyújtás hiányával vádolnak, akkor erre szerintem ez egy kellő válasz, hogy nem csak mi nekünk magyaroknak, nem csak kis Magyarországra, hanem szerte Európában is, ha nagy baj van, akkor tudunk innen segíteni. Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységéről elmondta, hogy jelen pillanatban 20 ezer embert segítenek 3 ezer munkatárssal, akiknek a munkáját több száz önkéntes segíti. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív program a karitatív szervezetek részére kiírt pályázata. Két célt szolgál, egyrészt az infrastruktúrális fejlesztésre ad lehetőséget, másrészt pedig hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrációjára. A Baptista Szeretetszolgálat a karitatív tanács tagjaként összesen 638 millió forintot nyert ebből az ablakból. Pákozdon ebből új logisztikai raktárbázis 354 millió forint felhasználásával, ez nagyságrendben 1700 négyzetméter raktár, amelyet irodák és oktató terem egészít ki, és további eszközbeszerzésre, aminek jó része szintén itt kerül elhelyezésre, 127 millió forintot nyert el. Szenci elnök úr említést tett arról a 22 esztendőről, amióta ez a munka zajlik. Én összegyűjtöttem, hogy jutott el a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány odáig, hogy jelen pillanatban 20 ezer embert segít, 3 ezer munkatársal, akiknek a munkáját több száz önkéntes segíti. Nos, valóban talán az egyik legfontosabb, hogy mind a hazai, mind pedig a külföldi katasztrófáknál a szeretetszolgálat segít. A mozgáskorlátozott gyermekek rehabilitációjában segít. Több évtizede lépnek fel az emberkereskedelem ellen. Azt gondolom, hogy az 2010 óta egyre erőteljesebben, 2015-ben pedig nagyon markánsan láthattuk, hogy ez milyen folyamatokat eredményez, hogyha erre nem figyelünk oda, és nem azzal a lelkülettel nézünk rá, ahogy ezt teszi a szeretetszolgálat. Intézmény fenntartóként szociális és oktatási ellátásban vállal szerepet. Fejér megye 3. számú választókerület, a mi választókerületünkben, Bicskén, fogyatékos személyek részére nappali szociális ellátást biztosít. Külön öröm a számomra, hogy közvetlenül
időközi választáson történt megválasztásom után, mint polgármester, Szenci elnök úrral közösen tehettük le ennek az intézménynek az alapjait. Velencén pedig az oktatásban, hiszen a baptista általános iskola és gimnázium információim szerint egyre jobb hírnek örvend, és egyre több gyereket oktat. Több ezer rászorulónak biztosít a szeretett szolgálat napszari egyszeri melegételt, és végül pedig olyan innovatív dolgokat vezetett be a szociális ellátásban, mint a jelképes örökbefogadás, az adományok elektronikus nyomkövetése, a védett házak és a talán mindenki által ismert karácsonyi cipődobozos akciók. Nos, mégis mi fog történni ezekből a forrásokból, amiről említést tettem? A raktárbázis ki fog tudni váltani 5-6 olyan bérleményt, amelyben jelen pillanatban az a feladatellátás folyik, ami itt kerül elhelyezésre. Jelesül az adományok és a tartós élelmiszerek tárolása. Lesz itt adománygyűjtőpont is, és ahogy már említettem, oktatási központ, ahol a különböző szakterületeknek a munkatársait, illetve az önkénteseknek a képzését fogják tudni folytatni. Iroda is létrejön, ahol a környékből 8-10 munkatársat fognak tudni elhelyezni 21. századi körülmények között. Ezt egészíti ki a raktárbázisban dolgozó 3-4 raktáros. Az eszközök tekintetében azt kell mondani, hogy az elmúlt 22 esztendőben nem nyílt arra lehetőség, hogy a baptista szeretett szolgálat új eszközöket vegyen. Mindig anyagi megfontolásból használt eszközök biztosították a munkát. Most azonban új furgonok és kisbuszok állnak rendelkezésre a karitatív feladatok ellátásához. Én őszintén szeretnék gratulálni az eddig elért eredményekhez. Egy alapkőletételről van szó, ezért mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a pályázat megvalósításának hát nagyon az eleje. Ilyenkor kezdődnek a nehézségek. Kívánom, hogy ezeket a nehézségeket mindenek előtt jókedvel, erővel és kitartással küzdjék le. Az 1700 négyzetméteres csarnokban egy raktár, irodánk és oktatóközpont kap helyet, de a közel 640 millió forintos beruházás részeként Békésben, Miskolcon, Mátészalkán és Bükkszentmártonban szociális gyermek- és ifjúságvédelmi létesítményeket hoznak létre, illetve fejlesztenek, valamint új járművek és eszközök is segítik a segélyezést. 22 évesek vagyunk, és ha arra gondolok, hogy a tó környékén, a Velencei tó környékén megalakul egy kicsi kis szeretett szolgálat, és 20 év alatt így kinövi magát, hogy egy logisztikai központot építhet, nyilván sok támogatás kell, sok együttműködés kell, de talán egy elismerése is a munkánknak, ami itt indult el a tó környékén, és hát nagyon reméljük azt, hogy egy éven belül be is fejezzük ezt a vállalat munkát, és aztán pedig sokaknak, sok ezer ember számára egy jó lehetőség lehet az, hogy innen kap támogatást, itt készülnek fel a segítők, és itt tanulnak meg dolgokat, és nagyon hatékony munkát végezhetünk majd ennek a bázisnak a segítségével. Nem sokkal, minden néhány kilométerrel arrébb indultak Velencéről, és azóta 22 év eltelt, de hogy naponta több mint 20 ezer embernek segítenek itthon és külföldön is. Több mint 3000 főállású munkatársunk van, és hát nagyon jelentősen elkötelezettek vagyunk a rászorultak felé való szolgálatba, de ez nyilván nem működhetne úgy, hogyha nem lennének együttműködéseink. Állami szervekkel, önkormányzatokkal, egyházakkal, különböző civil szervezetekkel, mert megtanultuk azt, hogyha egy összefogunk, akkor együtt az sikerülhet, külön-külön nagyon gyenge hatásfokkal működhetne, de mivel együttműködünk, együtt dolgozunk, ezért nagyon hatékony munkát tudunk végezni. Mi minden viszi előrébb a szeretett szolgálatot, mert nyilván ez az első ilyen nagy beruházás, és ilyen eddig nem volt. A hit és a cselekedet. Valahogy ezt úgy szoktam magyarázni, mint amikor az ember lépeget. Hogyha van hitem, de nincs cselekedetem, tehát nem lépek tovább, akkor egy helyi belépegetek az egyik lábammal. De hogyha van cselekedetem, hit, cselekedet, akkor így egymás után rakom a lábamat, és előrébb juthatok. Nem csak én magam, hanem miközben teszem a dolgomat, egyre több ember
részesülhet abból, ami hitem szerint egy olyan befektetés, amit az Isten akarata szerint teszünk, annak többszöröse, 60-szorosa, 100-szorosa térül meg azoknak a számára, akik ebben részesülnek. És én ezt hiszem, elhittem, hogy meg tudom csinálni, elindultam ebbe, és egyre hatékonyabban működik. Körülbelül 2 hete kezdett itt a vállalkozó, kezdte a vállalkozó ezt az építkezést, és eddig inkább mérések és föld alatti munkák voltak. Hát az alapkületétel szimbolizálja igazából az épületnek az fizikai elkészítésének a kezdetét, és itt egy szép látványos raktárépület, irodaépülettel együtt fog megvalósulni a következő 1 évben. Hát a raktárépületről annyit lehet tudni, hogy 1700 négyzetméteres raktárat fogunk építeni, ami a Baptista Szeretett Szolgálatnak az adományozási, karitatív, humanitárius feladatait, céljait fogja szolgálni. Lesz itt egy úgynevezett baptista pont, vagy adománypont, ahova a környékbeliek el tudják helyezni azokat a szükségtelenné vált, de még jó állapotú, akár bútorokat, vagy ruhaneműket, vagy egyéb eszközöket, amit felajánlanak más számára, azok eljöhetnek ide, vagy akár mi is el tudjuk szállítani. Illetve néhány munkatársunk számára lesz itt egy irodaközpont, egy oktatási központ, ahol munkatársaink akár a szociális területről, akár az oktatási területről, de az önkéntesek is tudnak itt képzésben részesülni. És a projekthez nem csak az építkezés tartozik, hanem eszközbeszerzés is. Ez mit jelent pontosan? Így van. Emellett az építkezés mellett még másik 4 helyszínen fog egy ingatlan beruházás, hát inkább kisebb-nagyobb felújítások történni. Ezen túlmenően az épületekhez, a logisztikai raktárhoz szükséges eszközbeszerzések, például a targonca vagy polcrendszer fog tartozni a projekt keretében, illetve vehettünk 4 darab gépjárművet, 2 furgont, 2 kisbuszt, és ez tényleg azért is ritka alkalom számunkra, mert jellemzően használt autókat szoktunk vásárolni, költséghatékonyságra törekedni, de hogy most új gépjárművekkel tudjuk felfrissíteni gépjárműparkunkat, ez hát külön élmény. A Szeretett Szolgálat életében mekkora jelentősége van ennek a beruházásnak? Hát igazából nehéz hasonlítani bármihoz is, mert hogy még nem történt ilyen. Tehát elmúlt 22 évben ez az első ilyen volumenű beruházásunk, ráadásul főleg ingatlan beruházásunk nem történt. Kisebb szociális intézményeinket vagy iskoláinkat szoktuk ugye felújítani, vagy ott történtek eddig beruházások, de maga, ami a Szeretett Szolgálat humanitáris tevékenységét, karitatív tevékenységét illeti, nem történt ingatlan beruházás, és jelen pillanatban, hogyha belegondolnak, 5-6 helyen tároljuk azokat az eszközöket, azokat az árukat, azokat az adományokat, amelyet most itt egy helyen fogunk tudni megvalósítani, ez már önmagában egy nagy jelentősége van. Az épület alapkövét ünnepélyes keretek között tették le a Pákozdi Ipari Parkban. A csarnok a tervek szerint 1 éven belül felépül.